Fúrók és más munkagépek zaja veri fel a csendet a nyíregyházi Kállai ház környékén. A kúriát két ütemben újítják fel. Ha kész lesz, a főépületébe költözik majd az 1993 óta a Nyírvízpalotában lévő Kállai gyűjtemény, amelyet Kállai Miklós adományozott Nyíregyházának és a megyének, és amely országos szinten egy páratlan együttesnek számít. Nem csak azért, mert olyan kitüntetéseket tartalmaz, hanem azért, mert itt van Kállai Miklós magánlevelezésének egy része, egy több mint 10 000 kötetet tartalmazó nemzetközi könyvtár, amely per pillanat, mind a mai napig még eldugva van. Még én voltam a Kállai gyűjteménynek az igazgatója, amikor egyszer Kovács Ferenc polgármester úr meglátogatta a gyűjteményt, és beszélt nekem terveiről, hogy szeretné a régi Kállai házba, a Kállai kúriába, amit annak idején még Kállai Rudolf kórházigazgató főorvos építetett a mostani Bessenyei térre, hogy oda kellene áttenni a Kállai gyűjteményt. Ez az első ütemben lényegében megvalósult már. A felújítás ezen szakaszában a központi épület földszintjén kialakítottak egy Kállai kiállítást a gyűjtemény anyagából válogatva, amely a legmodernebb technikákkal elégíti ki a látogatói igényeket. Az emeleten pedig a munkatársak szobái mellett egy könyvtárszoba kapott helyet, amelyben előadásokat is lehet majd tartani. Mindezeket eddig azért nem nyitották meg a nyilvánosság előtt, mert a város megpályázta a kúria teljesebb rekonstrukcióját, ennek munkálatai kezdődtek meg nemrég. Most a második ütemben visszabontások lesznek, és megépül az az árkád sor, ami eredetileg is jellemezte, az eredetileg is az épületnek a része volt, és az elalakú épületben még 600 négyzetméter épül, illetve tartatik meg a régi hadkieg épületéből úgy, hogy közben a hátsó régi rossz garázsokat lebontják, hogy egy szép parkosított parkolóvezet is legyen a látogatók számára. És ebben a 600 négyzetméterben tényleg azt gondolom, hogy Magyarország egyik nagyon látványos kiállítása fog megvalósulni, amely Nyíregyháza városának a történetét fogja bemutatni. Mindezt digitális, látványos technikákkal és olyan tárgyakkal, amelyek a város újratelepítésén túl megmutatják, mit jellemezték Nyíregyháza múltjának különböző korszakait egészen 1990-ig. Az emeleten pedig interaktív játszószoba lesz a gyerekeknek, illetve 80-100 fős konferenciaterem. A bontással járó törmelék, kábelek és csövek, így még nehezen ismerhető fel a Kállai kúria. Az alpolgármester elmondása szerint azonban, ha minden a tervek szerint halad, a látogatók jövő nyáron, akár már a múzeumok éjszakáján birtokba vehetik a megújult épület együttest. A több mint 1 milliárd forintos beruházás egyébként egy komplexebb fejlesztés része, melynek célja, hogy egyfajta kulturális körzetté váljon a város ezen része, a Bessenyei és Bencz úr térrel, a szabadtéri színpaddal, a múzeummal, a színházzal és a hamarosan szintén megújuló Hemóval.